Az utánpótlás korú lövőink a Zóli világkupa után a pilzeni olimpiai reménységek versenyén mutathatták meg tudásukat. Az ottani eredményeikről szintén az országos bajnokságon faggattuk őket. Toma Dorinát például arról, hogyan élte meg a 10 méteres légpuskában csapatban szerzett aranyérmet. Magyarországon most van 10 olyan junior lány, vagy junior és felnőtt lány, akikre hihetetlen jól felfejlődtek és nagyon jól lőnek, ezért én nagyon örülök, hogy csapatba is húzzuk egymást, és tudjuk, hogy jól lövünk, és ez még jobban húzza a másikat, hogy na, akkor én is megmutatom, és szerintem bennem pont ez volt, hogy a csapatért megcsinálom, és hiába egyéni sportág, engem nagyon húzott az, hogy csapatba már esetleg egy dobogós eredmény megszülethet, és utána ez már az egyénibe is szerintem ez kivetíthető, mivel hogy ott még jobban meg akarom mutatni, hogy akkor most egyénibe is helytállok, amellett, hogy csapatban már jól teljesítettünk. A nagy választási lehetőség édes terhet jelent a hazai szakvezetésnek. A junior lányok között 7 olyan potenciális versenyző van, akik közül 3-at kell ugye a csapatba általában beválogatni, úgyhogy kellemes nehézség ez, de valóban nem egyszerű azért ezt eldönteni, mindig a legjobbakat összerakni. De hát ez legyen a legnehezebb dolgunk. A magyar küldöttség 9 éremmel tért haza Csehországból. Sokaknak kiárta át a dicséret, egy valaki azonban a többiek közül is kiemelkedett. Bajos Gitta valóban, és én őt emelném ki, 2 egyéni aranyéremmel, illetve csapatérmekkel felül emelkedett a csapat bármelyik versenyzőjén. Ezen kívül volt még másik 2 egyéni érem is, de Gitta nagyon-nagyon szépen versenyez, és ő most az utóbbi időben nagyon-nagyon sokat lépett előre, borzasztó sokat tapasztalt, lehetőséget kapott jó néhányat, és tudott is élni ezekkel az alkalmakkal, úgyhogy én őt említeném.